Jó. Tanulni Svédországba. Sziasztok, az én nevem Kira, üdvözöllek titeket egy újabb videóban, és a csatornám, ha újak vagytok, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Ma is egy Back to School videóval jövök nektek, ez a második része. Szóval, ha nem láttátok volna az elsőt, akkor nézzétek meg majd a videó végén, és a leírásban is megtaláljátok. Nagyon sokan kértétek, hogy mutassam meg azokat a tanszereket, amiket az előző videóba vettünk, de én úgy gondoltam, hogy nem mutatom meg az összeset, mivel akkor nagyon hosszú videó lenne, és unalmas is lenne, úgyhogy úgy döntöttem, hogy outfiteket mutatok nektek, vagyis ruhákat, amiket az első hónapokban fogok hordani az iskolába. Egyébként egy pár fontos dolgot el szeretnék mondani, aki még nem tudja, Svédországban lakunk, és hát lakom a szüleimmel és a húgommal. Most fogom kezdeni a gimnáziumot, az első évet, 16 éves vagyok, de itt 9 éves az általános iskola, 10 éves az általános iskola, mert 0-tól van 9-ig. Úgyhogy első évet kezdem a gimnáziumba. Itt Svédországban teljesen máshogy van, mint Magyarországon, mivel itt az iskolától kapunk kölcsön gépeket, és azon dolgozunk, azon csináljuk a feladatokat, szóval itt nagyon nem kellenek tanszerek, de ha kellene is ceruza meg papír, akkor is azt is adnak a legtöbb iskolában. De azért úgy gondoltam, hogy egy párat megmutatok nektek, egy pár tanszert. Szóval az első, az tollak, mivel gondolom szükségem lesz tollra. Ez 5 darab ilyen rózsaszín, most hát kék, de rózsaszín kívül. Egy ilyen kis tolltartó, mivel nem fogok színezni, szóval színes ruhák nem kellenek, ezért csak egy ilyen kis tolltartó, ilyen ezüst. Ez a 4 darabos szövegkiemelő, és ez szerintem nagyon jól néz ki, mivel úgy néz ki, mint ha ki lehetne nyomni, de igazából nem lehet kinyomni. Azt is hittem a boltba, hogy ki lehet nyomni. 2 csomag rozin ceruza, mivel ugye ezzel írok a legtöbbet, nem nagyon szoktunk tollal írni, de ki tudja milyen lesz a gimnáziumban, nem tudom. Szóval igen, ezek. És Svédországban idén nyáron, és még most is iszonyatosan meleg van, szóval szerencsére tudtam nyáriasabb ruhákat is belerakni, mivel tavaly már majdnem kabát kellett ilyenkor, szóval ennek nagyon örülök, úgyhogy az első az egy ilyen elegánsabb fehér sort, így néz ki, és ezzel a májva színű, hosszabb, ami nincs kifordítva, hosszabb pólóval gondoltam felvenni, aminek itt kín van a válla, szóval nekem nagyon tetszik. Hogy látjátok rajta? És ezt gondoltam még rá felvenni, ezt a kardigánt. A következő az ez a ruhakupac, mivel egy farmer van itt, és ezekkel a pólókkal, és a felsőkkel fogom hordani ezt a farmert. Igen, szóval ez az a farmer, világosas színű, és ez nagyon magas derekú, majdnem idáig felér, szóval nekem nagyon tetszik, és igen, ez a hosszú ujjú pulóver, ami rövid, szóval ilyen hasigérő. Ez egy sötét lila póló, aminek ez itt nagyon tetszik, hogy itt vannak ilyen pántjai. Ez a sárga póló, aminek itt hátul vannak pántjai a hátán, és igen, ez elég átlátszó. Ez a terep mintás póló, ez nekem nagyon-nagyon tetszik. Egy fehér póló. Végül egy hosszú ujjút is beraktam, egy csíkos hosszú ujjú, aminek itt nagyon aranyos ilyen fodra van a karján.
Igen. A következő kupac az egy short és három pólót választottam hozzá. Ez a sötét kék rövid short, és ez az első póló. Egy szürke hosszú póló, de én ezt néha úgy szoktam hordani, hogy felkötöm, szóval azt úgy fogjátok látni. Ez a fehér szívecskés aranyos póló. És végül ez egy újatlan, ami elég hosszú, és igen, majom is. Az ilyen sportos, mivel táncolra is járok, és ugye tesi órám is van, szóval elég sokat kiválasztottam belőle. Az első az egy hosszú nadrág, sötét zöld színű trikóval, és nekem nagyon tetszik, mivel ilyen kettes, szóval így ilyen extra. Egy short, egy szürke short, egy narancssárga pólóval. Ez a sötét szürke nadrág, és ezben azt tetszik, hogy itt ilyen fény visszaverős minták vannak rajta. Az újatlan neonszínű pink. Igen. Következő, fekete-fehér, hosszú nadrág, egy szürke újatlannal. És végül egy pulóvert is választottam, ha kint lennénk tesin, vagy ha fáznék. Ez egy sötétkék pulóver, ami rövid alul. A következő az ez a fehér szaggatott farmer. Itt a térdénél ki van szakítva, ez nekem nagyon tetszik. És ehhez választottam a felsőket. Az első az ez a hosszú ujjú, sötét szürke felső. Egy ilyen nyári piros felső. Ez a sötétkék póló. És ez a kettőt pedig együtt fogom fölvenni. Ez egy májva színű póló, és ilyen érdekes fántok vannak itt a karjánál. Ezzel a pulóverrel, és hát kardigánszerűvel. A következő kupac az egy ilyen kényelmesebb, egy melegítő nadrág, és ehhez egy rózsaszín póló, vagy ha hidegebb van, akkor ez a fekete rövid, és hát itt rövid, de hosszú ujjú póló.
Ez pedig elég nyárias, egy csíkos póló, sötétkék és fehér csíkos póló, ezzel a fehér sorttal. Három cipőt is megmutatok nektek, amiben fogok járni az iskolába. Az első az ez a fehér, ez az elegánsabb szandál, és ez a halvány piros cipő. Tehát ezeket az outfiteket fogom felvenni az iskolába az első hónapokba, és nagyon remélem, hogy jó idő marad. Ha nem láttátok volna az első részét is, mindenféleképp nézzétek meg ennek a visszahasuliba videónak, mivel nagyon vicces lett, és a húgom a Lili is csinált egy Back to School visszahasuliba videót, úgyhogy azt is nézzétek meg mindenféleképpen, Lilian Virág a csatornájának a neve, de majd a videó végén rá tudtok kattintani, és az én első videómra is Musical.ly, most a TikTokon is kövessetek, Instagramon is mindenféleképp kövessetek be, Kira Virág a nevem, mivel csinálok hamarosan egy olyan videót, ahol ti fogjátok irányítani a napomat, szóval fogok tőletek kérdéseket kérdezni, hogy mit hogy csináljak, és ti mondjátok meg nekem, szóval nagyon érdekes videó lesz, azt már nagyon várom, szóval mindenféleképp kövessetek ott be. Nagyon remélem, hogy tetszett ez a videó, ha igen, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és el ne felejtsetek feliratkozni a csatornámra, ha még nem vagytok. És nektek nagyon szép nyarat szeretnék kívánni, mivel otthon még nem kezdődött el az iskola, de nekem már igen sajnos, szóval vigyázzatok magatokra, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Back home in Michigan, and it tastes like Jack when I'm kissing him. So I told him that I never really